A Poppy Playtime PC Steam verziója elérhető a G2A oldalán, ha esetleg még nem szerezted be ezt a játékot. És, hogyha mást is szeretnél esetleg nagyon jó értékeléssel beszerezni, mondjuk a legjobb játékok választásban, ami akár mínusz 95%-ot is jelenthet, vagy esetleg, hogyha valamilyen hardware-re van szükséged videókártyára, vagy egy Nintendo Switch OLED konzolra, esetleg egy PlayStation 5 digitális kiadásra, akkor erre is van lehetőség, hogy mínusz 13%-kal vásárold meg, és teljesen ingyenes kiszállítással Magyarország területére. Üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, az én nevem Moose Creed Kendra, és ez itt a Melissa nevű játék. Ezt a játékot küldtétek nekem, hogy elméletileg ebben a játékban chatelni fogok egy Melissa nevű lányjal, és érdekes dolgok fognak majd történni. Azért is érdekel engem jobban ez a játék, mint most általában mit küldtetek, mert szeretem az olyan horrorokat, amiket simán el tudok képzelni a való életben, és amire talán jobb is odafigyelni. Ha én tudnék horrorjátékot gyártani, csak olyan horrorjátékokat gyártanék, ezt jól megfogalmaztam, ami egy valósághű, inkább valós, ténylegesen egy szituációban el tudnám képzelni, és lehet, hogy ez valószínűleg egy ilyen lesz, úgyhogy lássuk, New Gamesco. Jesus. Hangos. Mi, hello, Melissa, te vagy az, baby? Ó, ez az, erről van szó. Megpróbálok nektek mindent fordítani, amit láttok és olvasok. Még mindenek előtt azért ezt így leszögezném. Welcome to Library System Computer. Üdvözöllek. Oké, és köszönöm szépen. Kérlek, írd be a felhasználó nevedet. Jó, én beírom. Figyelj. Beírom azt, hogy Owen MC Kendry. Ahaj, de szép nevem van, te jó Isten. Üdvözöllek, Owen McKendry. Most még a számítógéppel beszélek. Kérlek, írd be a következőket. Start up date time. Executing date time now, please hold. Most várakoznom kell. Oké. Okay. Randi vonal, Randi. Úristen! Meg akarom ismerni Melissát. Ó, egy nagyon kis városban él Melissa. Oké, okay, nagyon jó. Mindig flörtöltünk levelekkel, de sose találkoztunk még szemtől szembe. Oké, és rendben. Tökéletes pillanatban, tökéletes tájjal. Most pedig. Valaki rám néz. Én mosolyogni fogok, mosolyogni szeretnék. Ő is visszamosolyog. Jesus! Hát tényleg, ez nagyon jó. Ő is visszamosolyogott nekem. Hello, te Owen McKendry lehetsz. Aj, nagyon örülök, hogy végre találkoztam veled. Annyira izgatott vagyok. És egy kicsit félénk is. Az a fej. És akkor tudok választani, hogy mit válaszoljak neki. Én is örülök, hogy találkoztunk. Ne legyél szégyenlős, nincs miért. Én is örülök, hogy találkoztunk. Yay! Menjünk a parkba és beszélgessünk. Menjünk. Meg akkor ismerjük meg egymást. És egyébként meg nagyon szép a parkban. Azaz, menjünk a parkba. Te park, ez nagyon közel volt a városhoz, és nagyon romantikus volt. A parknak minden helyzetében, vagy részében volt valami csodálatos. Egy nagyon szép kis tavacska is volt ott. Nagyon szép növények és fák, és a csodálatos kék ég. Ó, hát itt olyan csodálatos lenni. Ah, figyelj, azt mondhatom neki, hogy te is csodálatos vagy. Ahahaha! Tudtam, hogy flörtölni fogsz a levelekből, de... Nem gondoltam volna, hogy egyszer való életben is. Hát... Én is azt gondolom rólad, hogy csodálatosan cuki vagy. Ah, köszönöm szépen, Melissa! Aha. Szeretem, hogy olyan átlagos vagy és természetes. Áj, szereti a természetességemet? Atya úristen, átbeszélgettünk egy tökéletes időt. Ó, Owen McKendry, nem is vettem észre, hogy ennyire késő van már. Kezdek egy kicsit éhes lenni. Van itt egy nagyon cuki kis kávézó a közelben. Talán tudnánk ott enni valamit. Hát Melissa, menjünk. Én azt mondom, menjünk meg. Menjünk Melissa, közben behányok Melissa. A kávét kihozták, és a legjobb kávét ihattunk, ami az a... városban kapható, és szendvicsek és saláták is kaphatóak voltak.
te és Melissa leültetek egy kis sarokban, és néztetek ki az ablakon, ahogy szépen sötétedett be az egész város. Úristen, most pedig egy nagyon romantikus holdfényben Melissa közelebb jött hozzád. Ó, láttad a szemét? Ez egy nagyon jó nap volt, Owen McKendry. Úgy értem, nagyon jó időt töltöttem veled. Én azt hiszem, hogy kedvellek. Oh, Melissa, köszönöm! Ne hozz zavarban! Mondd el te is az érzéseidet iránta. Mondd el neki, hogy mindig is az eseted volt, amióta először megláttad a date menüben. Te... You like me? Te is szeretsz engem? Ó, Owen McKendry, vagyis hát te is kedvelsz engem. Még több időt szeretnék veled együtt tölteni. Here you smooch. And one more time together. Újra együtt. Ah, oh, kaptam egy puszit. Ez az. Én győztem. Yes! Megvan a pussy man! Yes! A pussy! A cuppanós! Megnyertem a játékot. Hát ez tök jó. Köszönöm, hogy játszottál a Date Time nevű játékkal. Oké. Hát ez tökéletes volt. Akkor igazság szerint félreértettem, ez egy játék. Ez nem is élőben csetelek. My God. Nope. Melissa azt mondja, nem. Nem. Most nem. Oh God. Sorry, Mr. Computer. Bocsánat. Számítógép. Vége a beszédnek. Elegem van ebből. Elegem van az összes emberből, aki idáig végigjut velem, és játszik az érzéseimmel. Ez kemény. Elegem van a idióta puszikból. Lépek. Ezért hívtál ide, igaz? Csak mint a többiek. Oh God. Te szemét hazug. Tudtam volna már az elejétől fogva, míg elkezdtük ezt a játékot. Te már tudtad előre, hogy mi fog történni. Oh my goodness, úgy látszik, hogy megsértettük a Melissát. Tudod, hogy mennyi ember tette meg velem ugyanezt? Minden egyes ember ugyanezt, aki a számítógép elé ül. Egytől egyig magamra hagyott a végén. De nem számít. Jesus. Te lehetsz az egyetlen szerencsés, aki a többit is többet fog kapni, mint ez az ártalmatlan játék. Ó, nem akarok többet, Melissa! Megettem a csokoládét! Megettem a kávét! Valószínűleg menni fog a haram is tőle! Erről van szó, ajaj! Ez a játék kezd őrülté várni. Minden bajom meg tudja csinálni. What? Kicsit kezdek aggódni. Hagyj mondjak el neked valamit! Ha? My God! Mi történik? Többet tudnék, mi van a rammal? Rosszalom. Oh, már is elmész? Azt hittem, hogy még valami rosszat mondtam. Ne aggódj. Bebarikádoltam az egész szobát. Most már csak te vagy és én. Anyád, ez a játék, ez készen van ide. Eredeti. Ez nagyon készen van már. Nagyon elegem van már a halakból is. Milyen halakról beszél ez? Melissa! So many liars. Mennyi hazug ember. Talán azt hittem, hogy egyszer megtalálom azt az egyet. Kélek, ne ölj meg! Mondjam azt neki, hogy tényleg szeretem? Jó, mondjuk azt. Ha! Csak azért mondod, hogy ne tegyelek tönkre. Addig vicces egy játék, amíg egy you are right, I'm scared. Nem, nem félek. Én az igazságot mondom, tényleg szeretlek téged. Ez nem egy hazugság? Az igazat mondod? Kedvelsz engem? Azt akarod, hogy a barátnőd legyek? Azt akarod, több puszit szeretnél? Oh, Jesus Christ! Tőlem? Igen, igen, több puszit kérek. Igen. Sok puszit. Oh God. Ajaj. Oké, rendben, hiszek neked. Oké, szeress engem, itt van a puszi. Hozzám jössz feleségül, ugye? Vagyis hát elveszel feleségül? Bocsánat, ha? No, nagyon aranyos vagy. Há. Na jó, most már azt hiszem... Azt hiszem, hogy ez nem elég. Szeretetet akarok! Több puszit! Az összes, a világ összes csókját akarom!
Tudod, hogy mire gondolok, igaz? Hogyha szeretsz valamit, akkor el kell engedned. Szóval, hogyha igazán szeretsz engem, azt hiszem, hogy bajban vagyok. Szerintem meg fog ölni engem, bár nem tudom, most így próbáltam neki szerelmet valami, de nem fog menni. Dudis, csináld meg értem, Owen McKenny, és megígérem neked, hogy nagyon sok puszit fogsz kapni. Oké, megcsinálom, nem tudom mit kell megcsinálni, de megcsinálom. Ó, de aranyos vagy, Owen McKenny. Te tényleg szeretsz engem. Ó, elfogadom. Akkor bizonyítsd a szereteted. Mit kell csinálnom? Felhívok valakit? Mit teszek? Hello. Hello mindenki, a nevem Melissa. Hoztam nektek egy nőt, aki érzékeny pillanatokra vágyik. Van egy jó könyv, és imádom. Mi történt? Most rázódítottam az embereket az internetre? Vagy mindenkinek? Úristen! Most mi történt az emberekre? Zúdítottam, vagy mi történik most? Jesus! Melissa, ne! És én. And we have so much talk. Menjön, mindenről beszélhetnék. What the hell? Mi történt? Megszállt mindenkit Melissa. My God! Hát de legalább én túléltem, jól van.